reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt. Megpróbálom a felfújt, kipufogott túl kiabálni. Bassza meg. Na, szóval, hogy üdvözlök mindenkit. Nincs igazán téma, csak akarom mondani, hogy olyan csumpik vagytok, tényleg. Na, hogy értse mindenki. Szóval köszönöm szépen mindenkinek a támogatást, aki támogat. Most nem a donation-re gondoltam, hanem a mentális lelki támogatásra, szóval nem éreztem én ennek szükségét, hogy most akkor mindenki mellém álljon, aki mellém áll, de hálás vagyok érte, köszönöm szépen. Na, egyébként pedig ma annyit tudtam tenni, hát az ügy érdekében, annak az ügynek az érdekében, ami most éppen aktuális, annak az ügynek az érdekében nem tudtam tenni semmit sajnos. Mármint úgy, hogy érdemben. Viszont egy másik ügyben, ugye a nejemnek volt határideje a... Jó, hogy mondják ezt magyarul? Szóval a rokonsági támogatás, mondjuk így, a rokonsági támogatás újraigénylésére, hiszen rosszabbodott az állapota, ahhoz képest, mint amikor megigényeltük először, és ugye ezt a változást be kell jelenteni, és mi ezt már egy hónap előtt megtettük, csak akkor azt kérték, hogy szedjük össze, hogy pontosan az elmúlt évben mikor volt kórházban, mettől meddig. De most kibogaráztuk, mert ugye megkaptam a papírt arról, hogy milyen egészségi állapotban van, és abban le van írva tételesen, hogy mikor volt kórházban, mikor volt kezelésed, STB. És akkor kibogaráztuk végül is, hogy mikortól mikorig volt kórházban, és ezt lejelentettük ma. Aminek nagyon örültek, én viszont kevésbé örültem annak, hogy az meg egy órát, érted? Egy órát ültem a telefonon, hogy kapjak egy ügyintézőt, akivel 10 perc alatt lezavartuk, úgy jó, mondjuk 15 a tolmáccsal együtt, mert ugye én nem intézkedhetek az ő nevében, mármint a nejem nevében, illetve intézkedhetnék, de sokkal egyszerűbb, hogyha ha ő intézked, mert az, hogy lebotoljuk, hogy igen, akkor ő most megengedi, hogy én tolmácsoljak, és stb. Tehát hamarabb van, hogyha kérünk egy magyar tolmácsot. Na mindegy, cakkumpakli volt, mondjuk, na, nagyon leszek 20 perc. Ezért a 20 percért egy órát kellett hallgatnom azt, hogy bim. Meg hogy mi kapcsoljuk az ügyintézőt, egy kis türelmet kérjük, és megértjük, hogy izé, meg hozé, meg amazé. Na, hát... Tehát itt sem jobb az ügyintézés, mint Magyarországon. Csak Magyarországon a bim mellé magyarul szólnak hozzá, nem angolul. Annyi a különbség körülbelül. Na, úgyhogy hát ennyit tudtam ma tenni. Át kell szervezni a napjaimat, az tény és való, mert az meg ez így nem buli, hogy délbe kelek és 2-3-kor fekszünk le. Ráadásul állandóan elmaradnak dolgok, amiket meg kéne csinálni. Ráadásul elsőnek kell adni még egy dolgozatot, tehát arra nem kértem halasztást. És azt gondoltam, hogy ma eljutok legalább a tanácsadó központig, a Citizen Advice-ig, de hát nem jutottam el. Emiatt a bi-bi-bi miatt. Úgyhogy ez az egy óra elúszott. Kvázi semmire. Ennek ez az egy hátránya, hogy akkor most hétfőre marad minden, és az hétfőn hát elég sűrű lesz a dolog, mert ugye szombat-vasárnap nincs itt van, ahogy hívják a Citizen Advice, tehát oda nem tudok menni, az önkormányzathoz nem tudok menni, mert azok sincsenek, mármint a lakásosztály, úgyhogy ez marad hétfőre. Közben valahogy még vadásznom kéne a volt tulajdonost. Közben ugye föl kell adni ezt a levelet a üzére, tehát a nejem nevében, mert ugye oké, hogy letárgyaltuk telefonon, de ettől függetlenül még egy kitöltendő formanyomtatvány vár ránk, amit föl kell adni, úgyhogy az is még feladat. Úgyhogy van bőven mit csinálni, bassza meg. Na mindegy, hát ez van, ezt nem kell szeretni. Én bízom benne, hogy jól alakulnak a dolgok, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na, egyébként meg a csumpi, az kiesettetekben azt jelenti, hogy nagyon rendesek voltok, ja?
Úgyhogy tisztában tegyük be, a Csubinak több jelentése is van, de ugye én ezt a volt nejemtől tanultam el, úgyhogy, úgyhogy ezt most így kell értelmezni. Na, én köszönöm mindenkinek, aki itt volt, köszönöm a like, comment, esetleg feliratkozás, esetleg donation a kerítésre, le lesz téve a link a bióban, tehát a leírásban, meg majd várjál, ide, majd kiírom majd külön, jó? Hogy mi a PayPal-on címe, és aki akar, az donation a kerítésre. Aki meg nem akar, az úgyse, annak úgyse fontos. Na, tényleg mindenkinek minden jót, és akkor találkozunk nem sokára. Bye everybody!